91 éves korában elhunyt Ennio Morricone, minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzője, aki olyan klasszikusok aláfestéséért felelt, mint a Jó, a rossz és a csúf, vagy a Profi. Róla emlékezünk meg most portré videónkban. John Williams, John Barry, Henry Mancini, ők mind olyan filmzeneszerzők, akiknek legendás taktusait még azok is rögtön felismerik, akiket amúgy hidegen hagy a filmművészet. Ebben az örökérvényű tételeket összefogó listában pedig ugyanúgy helye van Ennio Morricone-nak is, hiszen az ő nevéhez fűződik többek közt a Jó, a rossz és a csúf, a Volt egyszer egy vadnyugat és az Egy maréknyi dollárért aláfestése is. Nem csoda, hogy olyanok emlegetik őt egyik legfőbb inspirációjukként, mint Hans Zimmer, a Metallica vagy a Radiohead. A 91 évesen elhunyt komponista munkássága előtti tisztágésként áttekintettük különösen hosszú karrierjét, és megpróbáltuk megfogalmazni, miért is olyan különlegesek az ő filmzenéi. Morricone 1928-ban született Rómában. Apja Mario trombitásként dolgozott, aminek hatására ő is ugyanazt a hangszert választotta, amikor beiratkozott a Santa Cecilia Akadémiára. Ekkoriban valószínűleg még nem sejtette, hogy a döntés az egész életét meghatározza majd, pedig az összhangzattan tanára Roberto Caggiano volt az, aki először azt javasolta neki, hogy komponistának kellene tanulnia. Morricone pedig hallgatott rá, és hamar elkezdett háttérzenét írni különböző rádiós drámákhoz, valamint játszani egy filmzenékre specializálódott orkesztrában. Mire 1954-ben diplomája is lett arról, hogy ő zeneszerző, már keresett művésznek számított. Ennek ellenére nehezen tudta eltartani magát és feleségét, ezért 1958-ban leszerződött Olaszország közszolgálati rádió és tévétársaságához, a Rai-hoz, ahol viszont mindössze egy napot töltött, ugyanis nem engedték, hogy a saját zenéjét is használja. De nem sokáig búslakodott emiatt, hamarosan már az RCA Records zenei rendezőjeként dolgozott. Ebben az időszakban olyan zenészekkel volt lehetősége kollaborálni, mint Paul Anka, Chet Baker vagy Mario Lanza, és ez döntő jelentőségűnek bizonyult, ugyanis saját bevallása szerint is azért tudott olyan filmzenéket komponálni, amik a mozgókép nélkül magukban is működtek, sőt slágeresek voltak, mert ismerte az akkori popzenei trendeket. Hogy csak egy konkrét példát mondjunk, ennek az időszaknak a hatása az is, hogy több filmzenében is hangsúlyos az elektromos gitár. Bár Morricone nevéről mindenkinek az általa komponált filmzenék jutnak először eszébe, eleinte inkább színházi darabokhoz írt aláfestést. Ennek kapcsán ismerkedett meg Luciano Salcéval, aki a közös munka hatására felkérte őt, hogy legyen 1961-es rendezői debütálása a szövetséges zeneszerzője. Innentől számítva egyre keresettebb névnek számított a szakmában, Sergio Leone azonban mégsem ezért kereste meg azzal, hogy dolgozzanak együtt az Egy maréknyi dollárért című filmen. Sőt, a direktor eleinte nem is rajongott Morricone filmzenét, csak a film disztribútora kötötte az ebet a karóhoz, míg végül egy asztalhoz tudta ültetni őket munkamegbeszélés címen. Azonban még ekkor sem volt igazán ínyükre a közös munka ötlete, ám egy ponton rájöttek, hogy ők ketten nem csak iskolatársak voltak, de ugyanazon az évfolyamon is végeztek. Ennek hatására pedig megtört a jég, és kezdetét vette a filmművészet történetének egyik legtermékenyebb együttműködése. Leone dekonstruálta, majd újra felépítette a western műfaját, és Morricone is hasonlóan cselekedett annak aláfestésével. Zenéjével. A romantikus hajlamú éneklő cowboyok dalait felváltották az elektromos gitárszólamok, valamint a különböző pengetős és egyéb akusztikus hangszerek hangjai. Ennek használata akkoriban mindenképp újdonságnak számított, akár csak a később védjegyévé vált sovány fügyszó, valamint a zongora és a különböző fúvós hangszerek alkalmazása. Legalább ennyire fontos azonban, hogy bár a direktor átlagosnál jóval hosszabb, dialógusokban viszont szűkölködő filmjei rengeteg teret hagytak arra, hogy kibontakoztathassa tehetségét, Morricone tudta, hogy sokszor a csend a legalkalmasabb arra, hogy kihangsúlyozzon egy-egy jelenetet. Így az általa komponált aláfestés mindig a vásznon látottakat támogatta. Nem véletlen, hogy maga Leone egy ízben azt nyilatkozta, hogy minden esetben arra kérte őt, hogy már a forgatás előtt kezdjen el dolgozni a zenén, mintha az a forgatókönyv része lenne. Ekkoriban viszont még csak a beavatottak tudták, hogy ki áll a legendás taktusok mögött, mivel Morricone Dan Savioként, Leone pedig Bob Robertsonként tűnt fel a stáblistán. Erre azért volt szükség, hogy a hazai spagetti westernekre egyre inkább ráunó olasz közönség azt higgye, hogy egy külföldi filmet láthat. A stratégia bejött, az Egy maréknyi dollárértra tódultak a nézők, a mozi pedig akkora siker lett, hogy az egy évvel később bemutatott Egy pár dollárral többért című folytatásnál az alkotók már a saját nevüket használták.
A Dollár trilógiát 1967-ben mutatták be Amerikában, a három film pedig, amellett, hogy globális sztár csinálta még mindig csak a karrierje elején járó Clint Eastwoodból, megismertette Hollywooddal Ennio Morricone nevét. Ő ugyanakkor sosem szerette volna, hogy kizárólag a westernekkel azonosítsák, így inkább olyan munkákat vállalt el, mint az Algíri csata, vagy zenei szakértőként Pasolini botrányfilmje, a Szálló, avagy Szodoma 120 napja, amiről később csak annyit mondott, hogy nem az én ízlésem. Üstökös-szerű karrierje révén a 70-es évektől kezdve már olyan direktorokkal dolgozott együtt, mint Don Siegellel a Két összvér Sara nővérnek című filmen, Terence Malickkal a Mennyei napokon, Barry Levinsonnal a Bugsin, vagy Brian De Palmával az Aki legyőzte Al Capone-n. Sőt, John Carpenter állítólag annak ellenére is megkereste őt azzal, hogy komponáljon aláfestő zenét a dologhoz, hogy már megvolt a saját elektromos zenei elképzelése. Végül azonban csak kiegészítette a túl rövidre sikerült anyagot a saját szerzeményeivel. Sztárrendezők ide, filmklasszikusok oda, Morricone az első öt Oscar jelöléséből mind üres kézzel távozott. Még a legtöbbre tartott munkája, az 1986-os A misszióért sem vihette haza az aranyszobrot, igaz nem mástól kapott ki, mint a jazz legenda Herbie Hancocktól, akinek a Jazz Párizsban hoz komponált ételei szintén kiállták az időpróbáját. Így egészen 2007-ig kellett várnia az akadémia elismerésére, akkor viszont rögtön életműdíjat kapott. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem az elmaradó díjak miatt nem akart amerikai filmeken dolgozni a misszióig, hanem azért, mert általában annyit kapott volna ezekért a munkákért, mint a leggyengébb ottani zeneszerző, és ezt méltóságon alulinak tartotta. A már említett mozi azonban akkora lökést adott a karrierjének, hogy visszatérhetett a külföldi piacra. De ha nem így történt volna, az valószínűleg őt zavarta volna a legkevésbé. A komponistát ugyanis saját bevallása szerint sosem vonzotta az amerikai filmipar. Sosem tanult meg angolul, vagy cserélte le szeretett Rómáját Hollywoodra, ahova egyébként, annak ellenére, hogy a legtöbb filmzenéjét itt dolgozó rendezőnek írta, 2007-ig el sem utazott. Bár a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként Morricone több mint 500 mozgóképben működött közre, mindig szerényen állt a saját munkásságához, mondván, hogy az olyan klasszikus zeneszerzőkhöz képest, mint Bach vagy Mozart, ő lényegében munkanélkülinek számít. Ugyanakkor pont a produktivitása miatt tudott ilyen sok projektben részt venni. Például a sokak által az egyik legjobbjának tartott Volt egyszer egy Amerika Deborah témáját is eredetileg egy másik filmhez írta, még az 1970-es években, de annak rendezője visszautasította. De saját bevallása szerint, amikor a 2010-es évek elején Quentin Tarantino megkereste, hogy ő feleljen az Aljas 8-as film zenéért, akkor is mindössze 25 percnyi eredeti anyagot komponált hozzá, a maradékot pedig a dologhoz fel nem használt részletekből ollózta össze. Ennek ellenére a filmhez írt taktusaért Morricone végül megkapta az őt megillető Oscar-díjat. Morricone hatását a popkultúrára szinte lehetetlen pár mondatban összefoglalni. Hans Zimmer úgy próbálta megragadni a lényeget, hogy a mesterzenéje elképesztően személyes, és míg a legtöbb nagyívű filmzene a tömeghez akar szólni, addig az övé mindig ahhoz, aki épp hallgatja azt. Nem a technikája számít, hanem maga a komponista, aki elé tárja önmaga legsérülékenyebb változatát. Edgar Wright pedig csak annyit vitelt, hogy az olasz zeneszerző még egy átlagos filmet is kötelezően megnézendő kategóriába tudott emelni. De nem csak Zimmer számára volt hivatkozási alap. Többek között Jean-Michel Jarre, a New Order Joy Division alapítótag Bernard Sumner vagy Chance the Rapper számára is fontos inspirációt jelentett az avantgárdot és a popzenét összemosó megoldásaival, elképesztő dallamérzékenységével és munkamorájával. Ez pedig több, mint amennyit a legtöbb filmzeneszerző elmondhat magáról. Nektek melyik a kedvenc Morricone filmzenéitek? Kommentben jöhetnek a felsorolások, akár videólinkekkel együtt. Ha pedig tetszett a portré, akkor csekkoljátok a Clint Eastwoodról szóló hasonló összeállításunkat. Sziasztok!